A Köfém lakótelep a Ráczhegy, Börgönd városrész és a Burtelep lakóit várták a város soron következő szűrőnapjára a Köfém művelődési házba. A cél ezúttal is az volt, hogy az egészségtudatos életre hívják fel a figyelmet. Az ilyen szűréseken előfordul, hogy komolyabb betegséget fedeznek fel, és további vizsgálatokra van szükség. Ilyenkor célirányosan egy-egy szakorvoshoz irányítják az érintettet. Békési Ferencné a városrész új önkormányzati képviselője. Örömét fejezte ki azért, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és jelentkeznek a vizsgálatokra. Nagyon remek rendezés, évek óta történik ez az egészségszűrő vizsgálat, és egész korán megkaptuk a lehetőséget, hogy itt a Köfém művelődési házba történjen ez az egészségszűrés, és érdeklődtem, ugye 14-ig volt a jelentkezési határidő, és bizony, ha jól tudom, már egész koránra betelt a jelentkezési részszám, úgyhogy érdekli az embereket, fontos az embereknek az egészségükre való odafigyelés. A szeretet ízeiből kaphattak kóstolót azok, akik szombaton a dinnyési templomkertbe látogattak. A Nagy Családosok Országos Egyesülete ebben az esztendőben is szívből készült házi lekvárokkal, savanyúságokkal és befőttekkel ajándékozta meg családjait. A Nagy Családosok Országos Egyesületének hagyományos programja 15 évvel ezelőtt indult. Akkor a nógrádi asszonyok dolgoztak a zöldségekkel és gyümölcsökkel azért, hogy másoknak örömet szerezzenek. A szombati rendezvényen nagyjából 4500 befőttes üveg cserélt gazdát. A célja az, hogy találkozzanak most itt azok, akik szeretetből készítettek valamit, és azok, akik ugyanezt a dolgot megkapják, és szeretettel fogadják. Az az igazság, hogy a szeretet az egy furcsa dolog. Ha beszélünk róla, semmit nem látunk belőle. Ha valaki szeretetből csinál valamit, teszem az befőtteket, lekvárokat, annak rögtön látható jelei lesznek. A középkori bazilika eddig nem látott köveinek titkai tárultak fel a látogatók előtt pénteken a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Az érdeklődők a nagy közönség számára jelenleg még nem látható kőtöredékeket, valamint az alaksorban méltó módon elhelyezett több ezer kisebb-nagyobb kőmaradványt tekinthettek meg, amelyek elemzése részben még most is zajlik. Emellett számos építészeti érdekességet is hallhattak Bartos György művészettörténésztől. Az esemény a múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódóan valósult meg, amely évről évre nagy népszerűségnek örvend. Nem csak a látogatók, szakemberek is sok darabról, ezek közül az itt most együtt látható kőfaragványokról nem tudtak, elfeledkeztek, a raktárak többszöri költöztetése során elhányódtak egymás mellől, és ezt a rendezés során sikerült összeállítanunk. Ennek a több évtizedig folytatott rendezési munkának a részleteiről gondoltuk, hogy itt majd beszámolunk a látogatóknak, az érdeklődőknek. A Tilinkó zenekar 1976-ban alakult, és azóta meghatározó szerepet tölt be a székesfehérvári táncházi és zenei életben. A zenekar péntek este Nosztalgia Táncház címmel rendezte meg multidéző eseményét a Szent István Művelődési Ház egykori aditermében, amely a helyi táncház mozgalom egyik ikonikus helyszíne volt. Ezen az alkalmon Gazdag Béla táncos oktatta a résztvevőket. Gazdag Béla nagy hatással volt a székesfehérvári táncház mozgalomra, és ezen az estén is ő vezette a táncoktatást. Az aditerem különleges helyszíne volt ezeknek a találkozásoknak, ahol a hagyományőrzés és a közösségi építés kéz a kézben jártak. Az élő népzenei kíséret és Gazdag Béla tánc tudása összefort az este folyamán, amely bizonyára emlékezetes élményt okozott a résztvevők számára. Amikor két hetente volt táncház, akkor hát ilyen 400-450 fős táncházakkal, hatalmas tömeggel mulattunk, bulisztunk, muzsikáltunk együtt, és hát ez a fiatalságunk tulajdonképpen, de hát ma is nagyon sok táncos van, aki szeret erre a zenére járni, szereti járni a táncot, mert szépek ezek a táncok, temperamentus, mosak, és nagyon szép dallamok, ilyen dalok kapcsolódnak hozzá, amiket megtanítottunk, és együtt énekeltünk. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a fiatalságunk és más fiatalsága is itt sok-sok órán keresztül zajlott, és nagyon szép élmények fűződnek hozzá.